Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban Szabó Lajos erdőmérnököt. Tehát elkezdődött a fakitermelés, mekkora területen zajlik ez, és mi az elsődleges célja ennek a beavatkozásnak? Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Igen, végre elkezdődött a fakitermelés és ezt azért mondom, mert fontos céljai vannak ennek a beavatkozásnak. Elsődlegesen ugye az elmúlt a időszakban kiszáradt, nagyobb fákat akarjuk eltávolítani, hiszen egy ilyen parkerdőben ezek veszélyhelyzetet vonzanak maguk után. A másik, nagyon, megint csak nagyon fontos cél, az erdő állapotát szeretnénk javítani. Szeretnénk az erdőnek a véderdő funkcióját, illetve a közüléti funkcióját fejleszteni ezzel az erdészeti beavatkozással. Növeljük egyébként az erdőnek a biodiverzitását is, odafigyelünk arra is a beavatkozás során, hogy bizonyos élőhelyek, holtfához kötődő élőhelyeket teremtsünk rovaroknak, az erdei életközösség egyéb részeinek, gombáknak például. Ezt mondjuk hogy kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy például olyan száraz facsonkokat meghagyunk az erdőben, amelyek nem jelentenek veszélyt az ott közlekedők részére, viszont az erdei életközösség bizonyos elemeinek, tagjainak, bizonyos rovaroknak, gombáknak ezek abszolút élőhelyet jelentenek. Az ilyen száraz fákba például a harkályok odvakat válnak, abba később a cinkefélék belefészkelhetnek. Mely területeken történik még beavatkozás itt Kecskemét környékén? Hát a másik elég neurologikus pont itt Kecskeméten az Izsáki, Izsáki úti védernőnek a kérdése, hiszen ez egy idős nyárfaerdő alapból, és hát egyre több fa kiszárad ebben az erdőben ráadásul egy közvetlen lakóvezet mellett található. Az Izsáki utat és a Énekes utcát választja el tulajdonképpen ez a maga a véderdő. Nyilván nagyon fontos, hiszen a véderdő funkcióját kifejti az erdő a ott élő lakók részére, védi a lakókat a por, a zaj szennyeződéstől természetesen. De olyan hatalmas fák is vannak közvetlenül a lakóövezet mellett, amelyeknek a kivágására, eltávolítására irányul most elsősorban ez a izsáki útifa kitermelés. Amellett, hogy eltávolítják az idősödő esetleg veszélyes fákat, ilyenkor faültetés is történik-e? Igen, igen. A minimadik hektár esetében gyakorlatilag minimális faültetésre van, szükség, hiszen ott renget, tehát nagyon sok fafajból áll az az erdő, és bizony a fiatalabb korosztály is jelen van természetes újulat formájában a területen. Viszont a Vizsáki úti véderdőben ott kifejezetten szükség van faültetése, és úgy gondolom, hogy februári időszakban, még a téli nyugalmi időszakban szabadgyökerű csemetékkel majd megtörténik ez a faültetés, majd számítunk a lakosságnak is a közreműködésére. Mindenképpen segítünk majd felhívni a figyelmüket, de az érdekelne, hogy évente mennyi fa kerül kivágásra, illetve mennyit ültetnek? Itt a kecskeméti erdőkben eddig nem volt egy ilyen rendszerszerű folyamat, hogy évente x köbméter fát kivágunk, meg x hektár csemetét ültetünk. Mindenesetre az elmúlt évben már elmondhatom, hogy több mint két, kettő hektáron történt erdősítés. Most ebben az esztendőben indult be valamennyi fakitermelés szükségszerűen körülbelül egy olyan 6-700 köbméter faanyag kitermelését tervezzük. Most hozott nekünk valamit, amit fekszik az asztalon, mi ez pontosan? Igen, 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 hát most bőséges csapadékkal áldott meg a Jóisten minket. Szerencsére a véderdőkben és a kecskemét környéki erdőkben is előjöttek a különféle gombák. Ez egy gyűrűs tuskó gomba, ami egyébként egy fa tuskók környékén fejlődött, hiszen az elhalt faanyagot bontja ennek a gombának a gombafonal szövedéke. Ez maga a termőtest, ez termeli a spórákat, de egyébként elárulom, hogy igen finom. Én már tegnap este egy jó pörköltet készítettem belőle, bár figyelni kell, hogy legalább 20 percig hőkezelni kell. És milyen állapotban vannak egyébként ezek a kecskeméti erdők? Kecskemét azon kevés városok közé tartozik, aki saját erdőterülettel rendelkezik. Én úgy gondolom, hogy igen-igen szükséges, hogy szakavatott kezekben meginduljanak a fahasználati, illetve az erdőművelési, erdősítési munkálatok, amelyek meg is indultak és nagyon fontosnak tartom azt, különösen a mostani klímaválság helyzetben, hogy igenis fejlesszük ezt a véderdő hálózatot, és ö, tudatosan építsük ki ö, kecskeméten, ö, rendszer szerűen egy ö, klímavédelmi védőfásítási ö, hálózatot vagy rendszert. Ez a mostan meglévő erdő ami van a kecskemétnek, ez egy jó alapot jelent, de tovább kell lépni, még több erdőt kell ültetni, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez egy összefogás eredményeként induljon el maga ez az egész folyamat. Vonjuk be a lakosságot is ebbe a folyamatba, vállalkozásokat, hiszen hatalmas telephelyek vannak itt kecskemét térségében a fejlődőipar következtében, és hát természetesen az önkormányzatot, civil szervezeteket. Ez egy fontos gondolat. Nem csak sopánkodni kell, hogy klímaváltozás van, hanem tenni kell azért, hogy a káros negatív hatásait ennek a változásnak csökkentsük, illetve a saját életterünket, gyermekeink életterét, egészséges életterét megőrizzük. Hogyan tud a lakosság ebben segíteni? Hát, például úgy tud a lakosság segíteni, hogyha megfelelő Kapcsolatot uh, alakít ki a uh, véderdővel. Az elmúlt időszakban történt olyan lakossági tájékoztatás, ahol kifejezetten többek között uh, erről is beszéltünk, hogy mit is tehet a lakosság a véderdőkért. Uh, például uh, akár egy fásítási akcióban, tevőlegesen is részt vehetnek, vagy például a zöld hulladékot ki lehet ugyan vinni az erdő, mindegy az erdőben, de nem mindegy, hogy hogyan visszük ki. Nagyon fontos, hogy a szakszerűen el legyen terítve, sőt, hogyha esetleg erdősítés mellett történik a dolog, a csemeték köré lehet mulcsként leteríteni, de az fontos, hogy ez egy irányított formában történjék, és szakszerűen nem csak adhok alapon. Milyen munkálatok várhatóak még? Tervezzük a csalánosi erdőben, valamint a katonatelepi véderdőben is fakitermelés megvalósítását. Ugye ezekben az erdőben egy évvel ezelőtt olyan makvetések is történtek, amelyekből biztatóan alakult már ki újulat, tehát egy kis facsemete hálózat, és fontos, hogy ezek fényt kapjanak, ezért az idős nyárfákat fölülük mindenféleképpen ki kell termelni, ki kell vágni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és elmondta ezt nekünk, most már mi is kicsit okosabbak vagyunk, hogy mit is láthatunk az erdeinkben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.